Sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket a délelőtti órában. Isten tiszteletünk kezdéséhez énekeljük énekes könyvünk 71-es számú énekét. 71. Szeretettel köszöntöm a közösséget. Örvendünk ezen békés napnak, akik eljöttünk Isten házába, elég szép számban.
Isten neve legyen dicsétve érette. Figyeljünk meg egy néhány kijelentést. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik eljöttek, hogy velünk töltsék e délelőtti órát. Közelében legyünk Istennek, az ő ígének hallgatására, és csendben, békében el tudjuk tölteni az előttünk álló időt. Szeretettel köszöntjük Robit, Bede Robit, aki egy ideig nem volt közöttünk, távol volt tőlünk, de az Úr megsegítette, hogy újból hazatérjen, és együtt tudjunk lenni továbbra is, együtt tudjuk tölteni, amíg az Úr napokat ad. Az Úr áldása legyen velünk mindenkoron. Ne feledkezzünk imádkozni a betegekért. Sok a beteg, többen vannak betegek, de hasznos az ima, a meghallgatás, és mindaz, amit Isten tesz, érettünk. Van egy könyv, amit, ha emlékszünk, a múlt szombaton László Jenő testvérünk volt itten Kolozsvárról. Ez a könyv a tanulmány kiegészítéséhez kapcsolatos. Negyedévenként úgy, mint a tanulmány, ahogy megjelenik, ez is negyedévenként van. Az ára 5 lej. Tehát kapcsolatos vágytestvérnőnek az idézetei ugyan a leckével olyan összhangban van, mint a melléklet. Ha esetleg valaki ohajtja megrendelni a következő negyed évre, meg lehet, vagy a jövő évre, esetleg a Kolozsváron csinálják, és akkor meg lehet rendelni, tehát 5 lej darabonként. Szeretettel köszöntjük az ége szólónkat, Jeremiás testvérünket, aki Magyarországon tartózkodik, de e szombatot itt tölti velünk, az Úr áldása és béke legyen vele, velünk, mindannyiunkkal. Úgy, ahogy megszoktuk, egy héten egy családért imádkozunk. A héten, akiért fogunk imádkozni, Őszi Magdolna és családja. Tehát ezért fogunk imádkozni ezen családért, Őszi Magdi és családja. Most figyeljük meg a felolvasást, a tízedért és az adományért. Ünnepeljünk Isten ajándékaiért. Amikor Isten ajándékaival élünk, azok csodálatos módon megsokasodnak. A 2 Korintus 9.6-ban olvassuk. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arad. És aki bőven vett, bőven is arad. Ezen elv tárgyalása során Ellen White a következő megjegyzést teszi. Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen, vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse. A hit, a józan igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb talentumok sáfaraivá leszünk. Talentumaink, ha egyszer felhasználásra és befektetésre kerülnek, nagy nyereséget eredményeznek. Minél többet használjuk, annál inkább sokasodnak. Felhívás, mai pénzbeli adományaink is megsokasodnak, úgyhogy a mennyben majd tanúi lehetünk befektetésünk megtérülésének. Abban, hogy még több lélek juthatott el Isten országába. Adja Isten, hogy adományaink már is megsokszorozódjanak. A mai adakozás a helyi gyülekezet költségvetését szolgálja. Megkérjük a terem diakonus testvéreinket, hogy gyűjtsék össze a tizedet és az adakozást.
Szerető jó atyánk, hálás szívvel megállunk színed előtt egy pillanatban. Megköszönjük az életet, a mindennapi gondviselést. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, megőriztél, megtartottál, megadtad mindennapi kenyerünket, ruházatunkat. Köszönjük azt, hogy ennél sokkal többet adtál nekünk. Örömöd, békét és nyugalmat te benned. Áldva legyen érette szent neved. És most hálát mondunk azért a lehetőségért, hogy itt lehetünk szent hajlékodva. Kérünk, azt az adományt, amit elhoztunk a te tárházadba, vedd kedvesen tőlünk, áld meg, jutasd el arra a legnagyobb szükség van rá, hogy ezáltal is szent, mivel előreadását történjen. Kérünk, ez szent nap további részében is maradj velünk, ez óra keresztül is, adjad, hogy az ígét, amit mostanra készítettél, megértsük, befogadjuk, és szent lelked által munkálkodjál valamennyünk elmében és szívben, és tedd gyümölcsévé az íge magvait a számunkra. Köszönjük, hogy meghallgattál, és közöttük leszel az Úr Jézus áldott érdeméért. Amen. Thank you.
Kedves testvérek, elfelejtettem valamit közölni a közösséggel, hogy a délutáni órában itt lesz az elnök testvérünk, Mihály Máú testvérünk, aki jelenben az Ába van, a déli órában kimegy Fugyiba, és a délutáni órában 5 óra Isten tiszteletre ide jönnek, és itt lesz közöttünk. Ne feledkezzünk el, jöjjünk el, és minél több számban. Mostan az ígés szólja a Jeremiás testvérünk. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet a mai napon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. Többek között azért is, mert 1998. december 13-a számomra egy olyan emlékezetes nap, amit soha nem tudok és nem is akarok elfelejteni. Ez egy olyan nap, illetve az az a nap, amikor az Úrral megerősítettük egymással a szövetséget itt ebbe a medencébe, azt hiszem ott van még. Kedves testvéreim, barátaim, kedves vendégek, mai napon egy olyan dologról szeretnék elmélkedni veletek, önökkel együtt, ami azt hiszem meghatározza minden egyes hívő embernek az életét. Külön szeretném megköszönni a kórus szolgálatát, ugyanis a szívemből énekeltetek. A zene mindig egy olyan eszköze volt a Jóistennek, amivel meg tudta szólítani a mindenkori népet. Nem csak az ő népét, hanem más népeket is. Nagyon sokszor, amikor elcsüggedve voltam és hallgattam, én magam is szoktam énekelni, egy jó néhány kórusban vagyok benne, de amikor már szavakkal nem tudok mit kezdeni, amikor már a Jóisten a szavakkal nem tud elérni, akkor küld nekem egy zenét, egy éneket. Azzal eléri a feladatát. Tulajdonképpen ti befejeztétek a mai Isten tiszteleti témát, ugyanis én egy olyan dologról szeretnék ma veletek elmélkedni, ami az advent nép, szándékosan mondom azt, hogy advent nép, és nem adventista nép, mert az advent nép körében nem minden adventista tartozik. Ezt sajnos ki kell mondanunk. Ma lesznek kérdéseim, és nagyon szeretnék választ is kapni tőletek. Az első kérdésem így hangzik, hogyha meg kéne határozni a küldetésedet, az advent nép küldetését, és tegyük fel, itt lenne egy nagy fehér zászló, és rá kéne írni, vagy rajzolni, de mindenképpen jelezni kéne azt, hogy mi a te hivatásod, mi az advent üzenet lényege, mit írnál rá? Egy zászló, amit lobogtatni kell az üzenettel. Kicsit hangosabb, mert nem hallom. Nagyon jó. Megkérdezhetem úgy is, hogy mi az advent üzenet lényege? Miről énekelt a kórus? Ha Ellen White könyveit nyitjuk ki, akkor meg annyi helyen, de leginkább a Nagy Küzdelem című könyvében meg annyi helyen említ egy olyan üzenetet, amelyet senki más, egyetlen egy más egyház sem szokott nemhogy elemezgetni, de még olvasni sem. Jelenések könyve 14. fejezetét keressük meg, akinél van Biblia. Nagyon szeretném, hogyha akinél van, az követné a Biblia szövegeket. Ott a 6-tól 12-ig terjedő három angyal üzenetéről szeretnék ma veletek együtt elmélkedni. Direkt, szándékosan mondom, hogy nem prédikálni, hanem veletek együtt elmélkedni, gondolkodni. Három angyalnak van üzenete. Én nagyon nagy szeretettel tartok előadást, evangelizációs sorozatokat, vagy ige hirdetést a hármas angyali üzenetről, profétikusan, levezetve a történelemből, a bibliai proféciákon át, és a többi, ahogyan szoktunk evangelizációkat tartani, de a mai napon, itt és most nem úgy szeretnék evangelizálni, hogy elsősorban a külsős embereknek szóljak, hanem elsősorban belül. Az advent népnek, az eklésiának, ahogy a Biblia eredeti szövege írja le, a kihívottaknak,
Mai ige hirdetésem címe egyébként az, hogy a három angyal üzenete a kihívottakhoz, a kihívottaknak. Három angyalnak van üzenete, elsősorban nekünk szól ez az üzenet, és meglátjuk, hogy mi az, amit nekünk elsősorban tudatosítanunk kell, mint advent népnek, mint Krisztusváró népnek ebből az üzenetből, illetve az egész életünk folyamán, hogyan tudjuk azt hasznosítani, amit Krisztus maga üzent az ő profétáján Jánoson keresztül. János jelenésekről szóló könyvének 14. fejezetében a 6-tól 12. versig olvasom, így hangzik az ige. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakóinak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És más angyal is követte azt mondván, Leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek béketűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kedves testvéreim, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, akkor mindig ott kell lennie egy kérdésnek. Egy nagyon elemi kérdésnek, amelyet minden alkalommal fel kell tennünk önmagunknak, illetve a Szent Lelket kell kérnünk, hogy feltegye bennünk. Elsősorban meg szoktam kérdezni magamtól, hogy vajon kinek szól az ige? Kinek szól az ige? Hangosabb. Megdicsérlek titeket, mert ez az első olyan gyülekezet, aki magára veszi az igét. Több helyen elprédikáltam ezt, és mindig mást mondtak. Egyetlen egy helyen sem mondták ezt. Elsősorban az ige nekem szól. Miért szól nekem? Hogyan ismertétek meg az Istent? Most nem a történetre vagyok kíváncsi, hanem az Istennel való járásotok közben milyen Istent ismertetek meg? Egy olyan Istent, aki a távolból figyel, vagy egy olyan Istent, aki egészen közel van hozzátok? Hogyan tapasztaltátok ezt az Istent? Ez az Isten annyira közel van. Én azt szoktam mondani, hogy van különbség az Ószövetség és az Újszövetség között. Mózesnek azt mondta az Isten, hogy Mózes épít sátrat, hogy közöttük lakozzam. Ma már ez kevés. Ma az Isten szeretne benned, a szívedben, az életedben lakozni. Kinek szól az ige? Kinek szól az Isten? Kit szeretne megszólítani az Isten? Azt mondja, hogy és láttam az ég közepén repülni egy angyalt. Bocsánat, három angyalt. Mert mindig külön-külön mutatja be az angyalokat. Kik ezek az angyalok? Egy évvel ezelőtt voltam egy zenei táborban, aminek most van vége egyébként, pontosan egy évvel ezelőtt volt, ahol nagyon sok fiatal volt jelen. De tudjátok, nem csak adventista fiatalok voltak, hanem zömével voltak katolikusok, baptisták, illetve pünkösdisták, reformátusok és más felekezetből. 40 fiatal volt, aki az én csoportomban volt. Ezen kívül voltak még többen is, kisebbek. Ez az ige hirdetéshez egy nagyon nagy tapasztalaton fűződik. Megvolt a tematikám, amit 10 nap alatt, amiről beszélgetni fogunk a fiatalokkal, és én úgy éreztem,
nem tőlem jött, biztos vagyok benne, hogy nem tőlem jött, de úgy éreztem, hogy az a téma, amiről szombaton szerettünk volna beszélgetni, az nem lesz megfelelő. Nem lesz teljesen odaillő a fiataloknak, hiszen mondom, hogy milyen háttérből érkeztek. Elkezdtem kedden, illetve szerdán imádkozni. Szerdán inkább. És mondtam az Istennek, hogy Istenem, azt tudom, hogy ez a téma, hithősökről beszéltünk egyébként, és azt hiszem Dávidról beszéltünk volna. Tudom, hogy ez a téma nem feltétlenül lesz eléggé hasznos ezeknek a fiataloknak. Kérlek, adj nekem témát, amiről beszélgessünk. Eltelt a szerda, eltelt a csütörtök, és én már nagyon kezdtem izgulni. Eltelt a péntek, és én már teljesen tűzön voltam, és azt mondtam, hogy Istenemet, már holnap reggel 9 óra környékén a gyerekekkel, nekem a fiatalokkal beszélgetnem kell, és azt már tudom, hogy nem erről kell beszélnem, de azt még nem, hogy miről. Az esti áhítat után bementem a szobámba, és a szobámban kinyitottam a Bibliámat, mert szoktam csak úgy magamnak olvasni a Bibliából, és nem csak készülni az ige hirdetésekre vagy előadásokra. És a Jóisten kinyitotta számomra itt, ezen a helyen a Bibliát. És egyből, azonnal szólt, hogy erre van szüksége a fiataloknak. Kedves fiatal barátaim, kedves idős testvéreim, középkorú testvéreim, erre van szükségünk. Ebben rejlik benne az életünk. Ebben rejlik benne az örök életünk. Mert Krisztus szeretne ismerté válni te benned, én bennem, általad és általam. Nem szeretek nyelvtanórákat tartani, és Jóisten látja a lelkemet, nem is szeretnék idegen nyelvekkel kérkedni, mert nem is igazán tudom sem a hébert 100%-osan, sem a görögöt. De hogyha megvizsgáljuk az angyal szót mind a héberben, mind a görögben, akkor valami nagyon érdekeset találunk. Valami nagyon érdekeset, ugyanis, hogyha a görögöt vesszük, az egészen közel áll a mi magyar angyal kifejezésünkhöz, hiszen abból lett valahogy magyarosítva, ugyanis az szerepel az angyal szó helyett, hogy angelos. Na de hogyha tovább megyünk egy kicsit a régebbi időkre, akkor megtaláljuk a Bibliában, sőt, a Zsoltárok valamelyikében azt fejezi ki, azt mondja, hogy Istenek vagytok. És tudjátok, melyik szó állott? Az Elohé. Az Elohim szó egyik ragozott formája. Tudjátok, ez a hozzám és hozzád közel álló Isten, az meg tudja értetni az izraelitákhoz, a lelki izraelitákhoz tartozó egyeddel, egyénnel, nem csak csoporttal, hanem leginkább egyénnel, hogy neki egy Elohénak, egy küldöttnek, egy angyalnak kell lennie. Feltettem a kérdést a fiataloknak is ott a beszélgetés folyamán, hogy a gyerekek, mit gondoltok, hogy ezek az angyalok, akikről itt ír a Biblia, ezek valóságos szárnyas lények, mert bocsánat a kifejezését, hogy valósággal azok a bizonyos angyalok fognak repülni ott az ég közepén? Hát volt, aki azt mondta, hogy hát természetesen. Ha szükség lesz rá, vagy ha szükség lenne rá, az Isten küldeni fog valóságos angyalokat. De tudjátok, az Isten szeretne téged, meg engem munkatársának elhívni ebben a munkában. Ez az angyal testvérem, te vagy, te leszel, te lehetsz. Azt mondja, és láttam az ég közepén repülni ezt az angyalt. Én nagyon szeretek repülni. Illetve nagyon szeretnék repülni a saját szárnyaimmal, de nincsenek szárnyaim. De vajon miért írja a Biblia azt, hogy repülnek ezek az angyalok? Ráadásul az ég közepén repülnek ezek az angyalok. Mit szoktunk mondani? Milyen időket élünk? Fiatalokkal erről beszéltünk a szombatiskolán. Melyik időt éljük? Proféciailag azonosítsuk be ezt az időszakot, ezt a korszakot. Úgy szoktuk mondani, hogy ez a végidő. Ez a végideje. Várunk. Kire várunk? Krisztusra. Hogyan találjuk a Bibliában, hogy mennyire lesz hosszú ez a végidő?
Azt mondja, azokat a napokat pedig az Isten megrövidíti, kik miatt? A választottak miatt. Miért? Vajon miért? Az Isten nem gondolt ránk, nem gondolt az emberiségre? De pont azért teszi rövidebbeké ezeket a napokat. Pont azért teszi rövidebbeké, hogy ezek a sok nyomorúságos időszakban élő emberek, hogy ezek ne tekints azok az emberek, akik bent vannak az eklézsiában, a kihívottak között, ne érezzék annyira nagy tehernek ezt a sok körülményt, ezt a sok nehéz körülményt, fájdalmat, szenvedést, ami itt, ezen a világon már kialakult, már kialakulóban van, és még lesz. Testvéreim, az Isten téged, meg engem azért hívott el, hogy ezeknek az embereknek világosságuk legyen. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy meglássák az emberek bennetek a Krisztust. Hogy meglássák ezek az emberek a bennetek munkálkodó Krisztust a Szentlélek által, hogy igazi oszlopokká tehessen titeket a Krisztus. Az Isten a végidei eseményeket fel fogja gyorsítani. Ezért repülnek. Amikor ideértem a tanulmányozásban, illetve az ige hirdetés formálásában, ami nem tőlem van természetesen, és szerettem volna megérteni, hogy vajon miért repülnek ezek az angyalok, és hogy miért kell itt felgyorsítani, akkor eszembe jutott egy dánieli profécia. És a proféciám belül pedig egy párduc, aminek 4 szárnya van. Mit gondoltok, miért volt ennek a párducnak 4 szárnya? Elárulom, kinek a korszaka volt. Ez Nagy Sándor korszaka. Időszámításunk előtt 331-től. Ez a fiatal ember egyébként éppen velem egy idős volt, amikor meghalt. Annyi éves vagyok most, mint amennyi ő volt. Ez nagyon-nagyon rövid idő alatt az addig lakott földet meghódította. Az addig ismert földet meghódította. Nagyon-nagyon rövid idő alatt. Nem kellett neki 33 évig élnie, hogy az addig ismert földet meghódítsa. Nagyon gyors volt. És az ő gyorsaságát az Isten a párduc 4 szárnyával fejezi ki. Ha lehet ilyet mondani, az Isten az időket ennél is gyorsabban fel fogja gyorsítani. Mi a dolga ezeknek az angyaloknak? Óhatatlanul előjön a kérdés. Tudjátok, ha magamra nézek, ha visszatekintek a rövid életemre, hát nagyon kevés olyan dolog van, amire büszke lehetek. Egyébként is a büszkeség nem egy jó keresztény tulajdonság. Mert mindened, amit van, azt a Krisztustól kaptad. És ha tőle kaptad, akkor nem a tied, akkor meg minek lennél büszke rá? Ezzel a rövid idő alatt az Isten szeretne érvényesülni az életemben. Az Isten szeretné bemutatni, mi az igazi kereszténység. Mi az igazi evangélium. Milyen evangéliumot hordoznak ezek az angyalok, ezek a hírnökök? Van egy nagyon szép jelző az evangélium előtt, ami meghatározza az evangéliumot magát, és magának az evangéliumnak az értékét. Azt mondja, hogy repültek, hangos szóval kiáltottak, hogy mindenki hallja, hogy mindenki lássa azért az ég közepén, és azt mondja, hogy volt náluk egy örökké való evangélium, aminek soha nem lesz vége, ami mindig evangélium lesz számára. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor, amikor embertársaimmal, a szomszédommal, a gyermekemmel, akár a férjemmel, a feleségemmel, a tanárommal, a tudom is én kivel, a munkatársaimmal találkozom, hogy akkor most miről is szóljon az én evangelizációm, az én evangéliumom számára. Nagyon sokat küszködtem ezzel. Egészen addig, amíg Krisztus meg nem világosította számomra, hogy mi legyen az én evangéliumom. Tudjátok, nagyon sokat készültem, illetve készülünk szerintem mindannyian evangelizációkra.
Nagyon sok proféciát tanultunk meg, nagyon szépen le tudjuk vezetni a proféciákat, elég jól ismerjük a történelmet is, ha kell visszamegyünk egészen a mezopotámiai történésekig, egészen az özönvíz előttig, és olyan szépen el tudjuk mondani az embereknek a történelem, illetve a profécia fényében, hogy miről is szól az evangélium, hogy miről is szól a Biblia, miközben valószínű, hogy otthon nem élek, mint úgy, hogy az evangélium legyen. Miközben lehet, hogy a munkatársaim nem egy olyan Jeremiás Robit ismernek, akinek az élete egy evangélium. Miközben a munkatársaid lehet, hogy nem egy olyan embert ismernek, vagy a diáktársaid, akik valóban hívő emberek még otthon is. Még otthon is, amikor hazamész, és nincs kész az ennivaló, vagy éppen, tudom is én, bármit is tennél, és nem nagyon van rá lehetőséged. Hogyha rájutsz az ujjadra, rögtön megvan a kifejezés. Tudjátok, Krisztus az eklézsiának, a kihívottaknak szeretne megtanítani egy nagyon-nagyon-nagyon elemi dolgot. Krisztusnak nem arra a Jeremiás Robira van szüksége, meg nem arra a rád van szüksége. Aki eljössz a gyülekezetbe, aki eljövök a gyülekezetbe, és tudok viselkedni. Mi adventisták tudunk viselkedni. Bárhol jártam Európában, Európán kívül még nem voltam, bármelyik adventista gyülekezetbe mentem, tudtam, hogy a testvéreim tudnak majd viselkedni. Nem az én dolgom. Egyáltalán nem az én dolgom, és nem is kívánom, hogy az én dolgom legyen, hogy vajon otthon, a családomban, a hétköznapjaimban, a csendes magányomban ott tud-e lenni Krisztus. Ez egy örök kérdés. Testvéreim, ez benne van a hármas angyali üzenetben. Benne van, mert mielőtt kimennék a világba, mielőtt odaállhatnék a szószékre, illetve az előadói pódiumra, hogy hirdessem az igét, hogy megmondjam az embereknek, hogy miről szól a Biblia, annak előtte nekem otthon a családomban gyakorolnom kell. Otthon a csendes magányomban gyakorolnom kell. Amikor leülök az internet elé szörfölni, gyakorolnom kell, hogy nehogy véletlenül az ujjam olyan helyre klikkeljen, ami nem egy hívő hely. Ahova Krisztus nem tud követni. Krisztus szeretne élő és igazi kapcsolatot ápolni velünk. Én minden évben elolvasom legalább egyszer a Jézushoz vezető út, vagy Krisztushoz vezető lépések című könyvet. Testvérem, én mindenkinek tudom ajánlani. Minden évben tanulok tőle valamit. Ugyanez a Jézus életével, azt nem tudom elolvasni mindig, mert mindig van valami más, amit tanulni kell, és az eléggé hosszú. De én mindenkinek tudom ajánlani mindkettőt. Tudjátok, hogyha össze kéne foglalnom ennek a két könyvnek a tartalmát, akkor annyit tudnék mondani egy mondatban, hogy mielőtt Krisztus eljön, szeretne közösséget ápolni veled és velem. Hogy miközben közösséget ápol veled és velem, meg tudjon igazítani. El tudjon készíteni. Még most. Hogy szent lehess még most. Azt mondja Szentírás, hogy ezeknek az embereknek van evangéliuma. Nem feltétlenül a proféciák jelentik az evangéliumokat az embereknek. Nem feltétlenül az jelenti az evangéliumot, hogyha valakivel találkozom a buszmegállóban, vagy utazom vonaton, vagy bárhol, vagy bármi, hogy bocsánat, de ráborítom az egész proféciát, az egész szombatigazságát, az egész egészségügyi törvényt. Nem. Nem feltétlenül ez jelenti az emberek számára az evangéliumot, annak is eljön az ideje. De tudjátok, az apostoloktól, akárhány apostolt találsz a Bibliában, leginkább ez János első levelé, illetve János leveleiben tűnik ki, amikor azt mondja, hogy amit csak láttunk, hallottunk, a kezeinkkel tapintottunk, mi arról szeretnénk nektek beszélni. Tudjátok, mit mond el János? Mit mondanak az apostolok? Azt mondják, hogy nekünk nem kell másról, nem feltétlenül szükséges másról beszélnünk az embereknek, mint arról, hogy hogyan mentett meg Krisztus engem.
hogy honnan hozott ki Krisztus engem. Hogy esetleg mi lehetne belőlem, hogyha Krisztus nem talált volna rám, ha nem hallom meg Krisztusnak a hangját. Péter elmondta, hogy miből térítette meg az Isten. Hogy mi az Isten és az emberi lényeg, ember kapcsolatának a lényege. Hányan tértek meg? Első alkalommal. Annak a Péternek a prédikációjára, aki 50 nappal azelőtt még megtagadta az Urát. Mi történt? Valami változás. Péter megértette az evangélium lényegét. Péterben tudott a Szentlélek dolgozni. Hogyan? Alkalmanként? Néha? Mire van nekünk szükségünk? Hogyan van szükségünk nekünk a Szentlélekre? Folyamatosan. Folyamatosan. Mert tudjátok, általában minden tónak van egy tápláló kis folyója. De hogyha elzárják a folyó előtt a vizet, az utat, a folyó egy idő után kiszárad. De mielőtt kiszáradna, megposad benne a víz. Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy már elég nagy lányok és fiúk vagyunk ahhoz, hogy a kezünkbe vehessük az ügyünket, az életünket, akkor valamilyen úton, módon a Szentlélek előtt elzárjuk az utunkat. De még mielőtt teljesen kiszáradnánk, az életünk felborul, miközben nem vesszük észre, hogy már nincs közösségünk a Szentlélekkel. Jönnek a próbák, jön az erős napsütés, ugye? Fújnak a szelek, és kiszárad a tó. A Krisztus, mint evangélium, jelentheti számodra és számomra ezt a folyót. Nagyon igyekszem gyorsan befejezni. Az ige három angyalról beszél. Rengeteget lehet beszélni minden egyes angyalnak külön történéseiről, külön kijelentéseiről. Az Isten a 7. versben teljes mértékben bemutatkozik. Hogy itt nem egy mendemondáról van szó, mint három angyal üzenetéről, nem egy ilyen légből kapott hírről, szokták mondani a sajtó nyelvén, hogy nem egy ilyen felröppent kacsáról van szó, és ezt honnan tudjuk? Az Isten maga idéz. Honnan idéz? A 7. versben honnan idéz? Egy ószövetségi íratból. Melyikből? Mózes 2. könyvéből idéz. Mózes 2. könyve 20. fejezetéből idéz. Mi van a 20. fejezetben? A 4. parancsolatból idéz Jézus. Ki az, aki szól? Ki az, aki szól? Azt mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizeknek forrásait. Nem kisebb lény szeretne veled szövetségre, kapcsolatba lépni, testvérem, mint maga a Teremtő Istened. Mint maga, aki molekuláról molekulára megalkotott téged. Tovább folytatja. Azt mondja, és egy másik angyal is követte azt. Egy harmadik angyal is követte azt. Aztán a 12. versben az advent nép identitását, ahonnan szoktuk venni, bemutatkozik az Isten, és bemutatja azokat, akiket magának jegyezett el úgy igazából. Amikor mi adventisták a hármas angyali üzenetről beszélünk, akkor három dolog szokott általában eszünkbe jutni. Három dolog. Az ítélet, Babilon, elesik, és a halál. Nagyon sokszor hallgattam prédikációkat, és nagyon sokszor szégyelnem kellett magamat, és szomorúan kellett elmennem, ugyanis majdnem mindahányszor hallottam, vagy hallhatunk erről, akkor mindig olyan ítéletről, olyan Babilon eleséséről, és olyan halálról szólunk, ami valójában nincs is benne a Bibliában.
Mert amikor mi emberek az ítéletről beszélünk, akkor mi előszeretettel említjük meg azt, illetve gondolunk arra, hogyha valaki mondjuk bíróság elé kerül, vagy ítéletnek kell születnie felette, akkor minden bizonnyal van valami vaj a füle mögött, mert különben nem lenne ott, ahol van. És akárhányszor ítéletet hozunk, majdnem mindahányszor elutasító, illetve elítélő, elmarasztaló ítéletet szoktunk mi emberek hozni. De nézzük meg, hogy az Isten hogyan ítél. Mert az az Isten, akit én megismertem a személyes életemben, illetve a Bibliában, az nem így ítél. Mikor íródott ez a könyv? Körülbelül idős számításunk szerint 100 körül. Na de hát azóta eltelt majdnem 2000 év. Babilon akkor hol volt? Kialakult még akkor Babilon? Nyilván voltak valami apró kis képviselői Babilonnak, de Babilon a végidejére van félretéve. Babilonnak szól az ige? Mint szervezetnek nem tud szólni, mert nem hat rá. De mint a Babilonban lévő egyes embereknek tud szólni. Az Isten előre szól, az Isten előre figyelmeztet, de nem úgy, hogy ennye-bennye, hanem szeretőn, hanem odaadóan, úgy, mint aki nem igazán érzi jól magát nélküled, vagy a Babilonban élő ember nélkül. Az Isten, amikor ítéletet hoz, én az én Bibliámból ezt olvastam ki, Ellen White-tól ezt olvasom, és más komolyan gondolkodó keresztényektől is ezt tanultam, hogy az Isten igyekszik, Jézus igyekszik mindenki felett, van, aki fölött nem lehet felmentő ítéletet hozni. Testvéreim, amikor a hármas angyal üzenetéből az ítéletet halljátok, halljátok ki az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, az ő hosszú tűrését, az ő munkálkodását, a Szentlélek jelenlétét az emberek életében, még akkor is, ha nem látszik. Mert az Isten az, aki mindent megtett 100%-osan éretted és érettem. Szokták mondani testvérek, és én is nagyon sokáig mondtam, hogy az Isten 99%-ig mindent megtesz. De nem. Az Isten a 100%-ot teszi meg. Az Isten a 100%-ot tette meg. Hogy a Babilonban sínylődő, fetrengő ember, az megtérhessen, amíg van kegyelem idő. Szoktunk szólni a Babilon eleséséről. De tudjátok, Laodicea időszakát éljük. Vannak köztünk Laodiceából emberek, akik benne vannak az állapotában, Laodiceának. De Krisztus Laodiceát nem dicsérte meg. Sőt, Laodiceát elmarasztalja. Laodiceának szüksége van valamire. Mi az? Laodiceának szüksége van a megtérésre. Te pedig légy buzgó, és térj meg. Ezt maga Jézus mondja. Krisztus a megtért emberekre irányítja a fókuszt. Krisztus a megtért embereket tudja és szereti felhasználni arra, hogy igazi minőségi munkát végezzen. De Laodicea, aki azt mondja magáról, hogy akire azt mondja Krisztus, hogy pedig te vagy a. Ez a Laodicea olyan szemüveggel látja a világot és látja Babilont, hogy lenézi. Nem tartja értékesnek. Nem tartja értékesnek azt az embert, akiért Krisztus az életét adta. Amikor Babilonról gondolkodtok, testvéreim, akkor Krisztussal együtt gondolkodjatok úgy, hogy vágyjatok arra, hogy ebben a Babilonban sínlődő emberek, nagyon sokan, sőt, ha lehet mindegyik, megtérjen. Mert Krisztus is erre vágyik. És erre szeretne előhozni minden embert. Testvéreim, amikor halálra gondolunk, akkor mi elsősorban
halálra úgy gondolunk, mint egy átokra, ami valójában is átok egyébként, ami az Istennek az A tervében, az elsődleges tervében nem szerepelt benne, hiszen az Isten tökéletességre és örök életre teremtette minden lényét, nem csak az embert, minden egyes teremtett lényt erre teremtett. De tudjátok, mélységes fájdalmat jelent az Istennek az, hogyha valakit az ő teremtményei közül szenvedni lát. Valami írtózatos, mélységes fájdalom ez az Isten előtt. És mivel az Isten bölcsen előre lát, ezért nem akarja azt, hogy valakit teszem az tüdőrákban, écben, ebolában, vagy bármilyen divatos és gyógyíthatatlan betegségben örökre sem senvedjen. Van egy másik divatos dolog, amit akár itt az adventista egyházon belül, akár máshol, egyébként máshol általánosan elfogadott az, hogy azok, akiket Krisztus nem tud üdvözíteni, azok örökkön-örökké fognak szenvedni. Szeretné Krisztus eloszlatni ezt a tévhitet, ezt a tévtudatot. Ugyanis, hogyha már megint elővesszük az eredeti nyelvet, a Biblia eredeti nyelveit, akkor itt ebben a szövegben, meg annyi helyen, akár Ézsaiásnál, Ezékielnél, meg máshol, ahol erről az ítéletről beszél, ott, bocsánat, ott hebraizmust használ. Egy olyan kifejezést, ez az örökön örökké, az valami olyasmit jelent a hebraizmus szavaival, hogy ez végleges, onnan nincs visszatérés. Ez teljesen elvégzett dolog, mint ahogyan Krisztus eljön. Akik a második halált hallják meg, szenvedik el, azok többé nem lesznek, mintha soha nem lettek volna. 12. vers. 12. vers számomra nagyon értékes vers. Tudjátok, vannak emberek, vannak felekezetek, és itt megint nem szeretnék lenézni senkit, és nem szeretnék kérkedni Laodicea tudományával, de vannak olyan rétegek, akik úgy gondolják, hogy a Bibliának egy bizonyos része már nem érvényes. Szoktak azzal érvelni, hogy Krisztus az Ószövetséget felvitte a keresztre, hiszen azt írja a Galata levélnél, hogy az ellenünk szóló iratot a keresztre szegezte fel. Hát ez nem igaz. A 12. vers jelenések könyve 14. fejezetének 12. verse szerint ez nem igaz. Miért? Mert azt mondja, hogy itt van a szentek béketűrése, eredeti fordítás szerint álhatatossága. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Annyiszor hívtak már engem is, és titeket is neveztek törvénykezőknek, vagy törvényben hívőknek, de tudjátok, hogyha az ember igazán Krisztusnak átadta az akaratát, hogyha igazi, folyamatos kapcsolata van az Istennel, mint angelosznak, mint küldöttnek, akkor a parancsolatok azok, hogy is mondjam, olyan dolgok, mint amik beépültek az ember életébe. Hogy én ezt hogyan értettem meg? 2012. február 17-én tettem le a magyar állampolgársági eskümet. Amikor, és a Jóisten elgondolkodtatott ennek az igének a kapcsán ezen. Ugye az már nem az az alkotmány volt, nem az a magyar alkotmány volt, amire mindannyian áment és igen tudtunk mondani, mert az teljes mértékben biztosította mind szervezeteknek, mind egyéneknek a lelkiismereti és vallásszabadságot. Ez már csak egyéneknek biztosítja, mind szervezeteknek nem 100%-osan, van benne hiba. De én 100%-osan biztos vagyok abban, hogy amikor a törvény képviselőjének, aki előtt a fogadalmat tettem, mint aki magyar állampolgár szeretne lenni, hogyha elővettem volna magát az alkotmányt, illetve a magyar törvényt, hát az elég nagy, mindkettő elég terjedelmes, és kiválogattam volna belőle, hogy nekem ez tetszik, ez nem tetszik, és hogyha azt mondtam volna a törvény képviselőjének, hogy hát én ezeket mindenképpen megtartom, és mindenkit arra fogok buzdítani, bátorítani, szorítani, hogy mindenképpen tartsa meg, de hát van itt néhány
néhány olyan parancsolat, néhány olyan törvény, amit én tűzzel, vassal ki fogok űzni a magyar államból. Tudjátok, én nem lennék ma magyar állampolgár, ha ezt megtettem volna. Felmutatom nektek az Isten országának az alaptörvényét. Mindegy betűig. A Szentírás. A Biblia. Mit gondoltok, hogyha egyetlen egy dolgot is, ha egyetlen egy pontot, a héberben ennek nagyon nagy jelentősége van, mert egyetlen egy pont megváltoztatja a szó minden értelmét, vonatkozását, mindenit. De itt a magyarban is. Ha a veszőt nem oda teszed, ahol van, akkor egészen más értelmet nyer a mondat. Ha egy veszőt, egy pontot kihagyunk a Bibliából, mit gondoltok? Krisztus álhatatos keresztényei vagyunk? Lehetünk-e állampolgárai a mennynek? Hiszen nem értettünk egyet azzal a törvénnyel, amit az Isten a saját kezével írt a Sínai hegyen. Nem értettünk egyet azzal a törvénnyel, amit Krisztus a te szívedbe, a te szíved hústáblájára akar felírni, vagy már felírt a te szíved hústáblájára. 12. versből, testvéreim, kiderül az, hogy az Isten népe, az eklézsia, kihívottak, sokan az adventisták közül, sokan más felekezetek közül, még a nem keresztények közül is. Azt mondja a Szentírás, hogy ezek az emberek nem akarnak az Isten rendelkezései nélkül, a törvény nélkül élni. Számukra nem kérdés, nem opció az, hogy az Isten törvényével élnek vagy nem élnek. Számukra nem kérdés az, hogy Krisztust befogadták-e az életükbe vagy sem. Számukra az élet nem lenne élet Krisztus nélkül, és hogyha Krisztus ott van az ember életében az ő szent lelke által, akkor minden rendben van, mert Krisztus magával hoz mindent. Mert Krisztus magával hoz mindent. Az ige szeretetét, az egymás szeretetét, a három angyal üzenetét. Krisztusban azt mondja Pál apostol, hogy mindent nekünk adott az Atya. Látván ezt a szeretetet, ezt az emberekhez való viszonyulást, mi emberek nem igazán tudunk mit kezdeni vele. Tovább megyek. Jelenések könyve arról tesz bizonyságot, hogy a mennyben lévő szent lények, az angyalok, a vének nem igen tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal, hanem leborulnak az Isten elé, és hangos szóval minduntalan azt tudják mondani, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, tisztességet és áldást. Testvérem, úgy gondoljátok ti is, hogy méltó a megöletett bárány? Amennyiben igen, fogadjuk be a szívünkbe ezt a bárányt. Nem mint egy halott bárányt, hanem mint egy élő bárányt. Egy olyan lényt, akinek van hatalma megváltoztatni minden egyes mozzanatát az életednek. Abban a helyzetben, abban az esetben, hogyha az akaratodat teljesen átadtad neki. Ha úgy gondolod, hogy méltó a megöletett bárány, akkor még most add neki az életedet, mert ott van a legjobb helyen. Amen.
Kedves testvéreim, zárjuk délelőtti áldásos Isten tiszteletünket, és énekeljük együtt énekeskönyvünk 487-es számú éneket. 487. Azattal jövünk te eléd, mennek és földnek teremtője, hogy hálánkat fejezzük ki azért a csodatettért, amelyet tettél mindannyiunkért személyesen. Hálásan köszönjük neked, mennyi édesatyánk, azt, hogy te megkeresel minket a csendes magányunkban, hogy te megkeresel minket bármikor, és hozod a te szent lelkedet, a te evangéliumodat, hozod azt a drága megváltást, ami a világ mindenség legnagyobb ára. Istenünk, szégyeljük magunkat akkor, amikor a hétköznapokban nem téged mutatunk be, hanem valami mást, amikor magunkat tesszük első helyre. Add Istenünk a te szent lelkedet, hogy megláttassa velünk, hogy mi a fontos, mi az egyetlen fontos dolog az életünkben. Annyira vágyunk a veled való igazi, mély kapcsolatra, Istenünk, a folyamatos kapcsolatra, amely soha nem ér véget. Annyira vágyunk tere át, hogy felvirágoztasd a mi lelki világunkat. Annyira vágyunk megszabadulni ezektől a kötelékektől, amelyek ide kötnek még minket ehhez a földhöz. És annyira vágyunk találkozni veled, Krisztusunk. Veled, aki mindent odaadtál érettünk. Veled, aki mindent elkövettél azért, hogy üdvünk legyen. Hálásak vagyunk te neked, édesatyánk, hogy nélkülözted a te fiadat hosszú időkön át. Azért, hogy igazságban, hitben és tisztán megállíthasson minket te előtted. Hálásak vagyunk a te lelked munkájáért, édesatyánk, aki minden nap azon munkálkodik, hogy meghalljuk a te szavadat. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, a te beszédedért, a te szavaidért, amely által emeled a mi lelkeinket mind magasabbra te hozzád. És hálásak vagyunk te neked a próbákért, amelyekkel igazgatni szeretnéd a mi utainkat. Hálásak vagyunk te neked, Istenünk, az útért, amelyen vezetsz bennünket, akár göröngyös, akár keskeny,
de köszönjük neked, Istenünk, hiszen ez az út a jó út, amely te hozzád vezet. Erre vágyunk, Istenünk, és ezt szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy te vagy az egyedül igaz Isten, aki meg tudsz igazítani minden lényt. Kérünk, tedd meg, édesatyánk, mindenkivel, aki te hozzád vágyik. Amen. Ezzel a csendes imával Isten tiszteltünk véget ért, az Úr áldása és béke legyen velünk a déli órában is. Délután 5 órai kezdettel lesz a legközelebb Isten tiszteltünk, amely alkalomban is szeretettel várunk mindenkit.